Én nagyon-nagyon sokáig nem voltam lelkes híve, sőt, ellenzője is voltam annak, hogy most kilépjünk az Európai Unióból. De mondom ezt úgy, hogy amikor a népszavazás volt a belépésről, én nemmel szavaztam. De aztán, ha már benn vagyunk, jó, akkor legyünk bent meg. Végül is nagyon sokáig úgy tűnt, hogy ez egy tényleg win-win szituáció. Most talán életemben először elkezdtem nagyon komolyan elgondolkodni azon, hogy mi keresni valónk van nekünk ezek között. Ott ül az összes rohadt politikusuk, az összes szemét EU-s parlamenti képviselőjük valamilyen egyetem kuratóriumába vagy szenátusába. És szemrebbenés nélkül megfogalmazzák ezt a mocsokságot, és boldogan vigyorogva elvárják, hogy most mi majd csinálunk valamit. Miért kell ennek így lennie? És nem győzöm hangsúlyozni, ehhez képest a gorbacsovi Szovjetunió, hát egy kócos kis, rakoncátlan, hebehúrgya, anarchiába hajló demokráciának tűnik. Ezt soha nem engedték volna meg maguknak, amit ezek megengednek maguknak. Úgyhogy kezdjünk el erőteljesen gondolkodni. És amúgy nagyon-nagyon örültem a miniszterelnök szerdai nyilatkozatának, amikor is azt mondta, hogy igen, Brüsszel, ha nem fizeti ki az Erasmus programokat, semmi baj, majd a magyar kormány kifizeti. Mert igen, akkor kifizetjük mi. A magyar egyetemistákkal, a magyar főiskolai hallgatókkal, a magyar fiatalokkal akar most kiszúrni ez a rohadt bűnbanda, de semmi baj. Majd akkor magyar állami pénzből ugyanúgy ki tudnak menni. Az Európai Unió, meg az Európai Bizottság, meg az Európai Parlament pedig csókolja meg a hátunk végét, már abban az esetben, hogyha hajlandóak vagyunk megengedni nekik ezt a kegyet, hogy megcsókolhatják. És ugyanez vonatkozik egyébként az összes többi ügyre. Ezek ugatnak nekünk, hogy itt micsoda korrupció van. Ezek. Mikor nem telik el most már nap, hogy ne derül neki valami égbe kiáltó rohadt mocsokság arról, hogy mi folyik ott Brüsszelben. Hogy most már nem csak arról van szó, hogy Katar kilóra veszi meg ezeket, hogy szépeket mondjanak róla. Most már megtudtuk, hogy Marokkó is kilóra veszi meg őket évek óta, hogy a saját politikai érdekeit érvényesíteni tudja az Európai Unión belül. És akkor itt hadd jegyezzem meg zárójelbe. Mondjuk a spanyol enklávéba. Honnan is menekülnek a legtöbben? Marokkóból. Mi folyik a marokkói menekültekkel, akik egyébként spanyol rendőrökre támadnak, meg átmásznak a kerítésen? Valamilyen rejtélyes oknál fogva mindegyik be van fogadva. Igaz? Vajon ez mennyibe került Marokkónak? És kik tették el ezért a pénzt? De hagyd tegyem föl az ennél sokkal lényegesebb kérdéseket, mert most még csak annyit tudunk, hogy különböző észak-afrikai és közel-keleti országok kilóra vesznek meg Európai Uniós döntéshozókat, képviselőket, ilyen-olyan funkcionáriusokat, hogy a saját érdekeiket érvényesíteni tudják az Európai Unión belül. De hagyd kérdezzem meg, csak így elméletileg. Önök szerint vajon mennyibe kerülhetett, hogy szép lassan az egész európai autógyártást tönkre tegyék? Mondjuk a zöld, meg a környezetvédelmi szempontok alapján. És azt kifizette kinek, hogy ebbe belemenjenek? Hogy mondjuk letérdepeltessék szép lassan a német autógyártást. Miközben valamilyen rejtélyes oknál fogva az Egyesült Államokban senki se kérdezi meg, hogy akkor hogy is állnak ott a környezetvédelmi paraméterek. És ahogy ma ott tartunk, beszéltünk már erről a műsorban, hogy a Volkswagen gyár bejelenti, hogy ha egy sürgősen nem változik meg minden, akkor lehúzzák a rolót és elköltöznek Németországból. Ezért kifizetett és mennyit és kinek?
hogy ez egyáltalán eljuthassunk idáig. Ezt majd akkor fogjuk megtudni indirekt módon, ha ez a szörnyűség esetleg tényleg bekövetkezik, és megtudjuk, hogy a Volkswagen hova költözik. Nekem vannak ötleteim, hogy hova fog menni. És akkor majd azt is megtudjuk mindjárt, hogy ki fizetett nem kicsit azért, hogy ez megtörténjen. És aki fizetett, az vajon kiknek fizetett? Szerintem az Európai Parlamentben, az Európai Bizottságban lámpással kell keresni olyan embert, aki nem érintett valamilyen korrupciós botrányban. A bizottság elnöke von der Leyen SMS-ben vesz milliárdokért szérumot a Pfizer-től. Aztán eltűnnek az SMS-ek. És ez a bizottsági elnök ma ide ugat, hogy nálunk kikülnek az egyetemi szenátusokba, meg kuratóriumokba. Mi van? A fényességes Európai Unió egészségügyért felelős biztosának mindjárt a Covid-járvány elején hirtelen megjelenik a számláján 4 millió euró. Jé, szintén egy gyógyszergyártól. És azt mondja, hogy fogalma sincs, hogy hogy került oda. Majd szemrebben és nélkül összeülnek, és elkezdenek minket cseszegetni korrupció miatt. Hát, ötötször mondom ma. A Szovjetunió ezekhez képest egy kifejezetten baráti, cuki hely volt. És mi ide vágyakoztunk évtizedeken keresztül. Ezek közé, a rohadt, mocskos gazemberek közé. És amit most megengedtek maguknak, a magyar felsőoktatással és a magyar egyetemistákkal kapcsolatban, az aztán mindennek a teteje. És most, amit itt az imént felolvastam, ez a 16 németországi egyetem, 3 ausztriai és 1 észt egyetem, szenátusa, kuratórium, a tanácsadó testülete, kitömve aktív és volt tartományi és szövetségi politikusokkal. Kérdezzük már meg az Európai Bizottságot, meg von der Leyen, ezeket mikor zárják ki az Erasmus programból? Vagy ne kérdezzük meg? És amit igazából még szerettem volna mondani, azt nem is mondtam ki, hogy ne kelljen nagyon sokat sipolni. Mondtam, hogy nem lesz vidám, de a tények azok fontos és hasznos dolgok.